Kicsit drogos feje van azért, azt meg kell mondjuk. Kemény éjszakán volt, elment 40 gram is, vagy 50 már nem emlékszem, de sok pénzt kerestem vele. Igen, ez vagyok én. Ez az igazi énem. Abból élek, hogy illegális szereket árusítsak. Ez vagyok én, meg kell fogadni. Finanszíroznom kell magamnak. Ezt. Azt, hogy legyen rajtam nadrág, és ne csak alsógatyában legyek a videóimba, ezeket mind valamiből finanszíroznom kell magamnak, hát muszáj valamiből megélnem. Értsétek meg, emberek! Muszáj ezt csinálnom! Akinek kell, az privátban írom Facebookon, mert most van egy csomó jó cuccom. Na de most komolyra fordítva a szót, a mostani témámban is az emberi butaságról szeretnék beszélni, és azokról az öregnénikről, akik mindenbe belepofáznak, olyan dolgokba is, amikhez közük nincsen, esetleg csak járnak az utcán, belekötnek fűbe, fába. Ha van 40 ezer hely a buszon, akkor is pont az a hely kell nekik, ahol te ülsz, mert te fiatal vagy, és faszért ülsz le, amikor te még tudsz járni. Meghirdettem Facebookon múltkor, hogy lehet tőlem OVS jegyeket venni, OVS jegyeket lehet tőlem kapni, amiket én személyesen adok át azoknak, akik kérnek tőlem jegyeket. Ez így is történt, nagyon sokan jelentkeztek erre az akcióra, és a tegnapi, vagyis a pénteki napomat arra áldoztam, hogy össze-vissza szaladgáljak Budapesten, és adjam át a jegyeket azoknak, akik tőlem rendeltek. A gyerekkel, aki egyet vette, a Móri Zsigmond legforgalmasabb pontján a McDonald's előtt beszéltem meg találkozót. Eddig rendben is van, ketten jöttek oda, 12 év körüli jól szituált gyereke. Adnám át nekik a jegyet, mondtam nekik, hogy kicsit menjünk arrébb, hogy le tudjam tenni a táskámat, hogy kivegyem belőlük a jegyeket. Egy 80 év körüli öregnéni természetesen arra a szóra, hogy én átadok nekik valamit, egyből megjelent, de úgy, mint hogyha mit tudom én, így megjelent a nőci, és egyből kérdezősködni kezdett, hogy mit adok át, ugye tudom, hogy az illegális, amit csinálok. Hogy tetszik mondani? Ugye tudom, hogy az illegális, amit csinálok. Remélem, tisztában vagyok ezzel, hogy itt nem szabad is hívja a rendőröket. Egy kurva jegyet akartam átadni egy nézőmnek, és azt feltételezte, hogy én a Móri Zsigmond körtér legforgalmasabb pontján drogot akarok árulni. Ezt a logikát egyszerűen nem bírom feldolgozni, hogy van olyan ember, aki szerint, hogyha drogdíler lennék, akkor a Móri Zsigmond körtér legforgalmasabb pontját találnom a legmegfelelőbb helynek, ahhoz, hogy átadjam a drogot az embernek, aki vásárolt tőlem. Ez egyszerűen elképesztően nagy logikára van, és köszönöm szépen a megfigyelést a nőcinek. A nő egy centiről figyelte meg, ahogyan a táskámból kiemelem szépen lassan a jegyeket, és odaadom a gyereknek. Emellett minden mozdulatomat kommentálta, szépen mindez kommentárokat fűzött, és a nagy életbölcsességeit is úgy érezte, hogy muszáj velük megosztania. Hogy ő is volt kamasz, tudja milyen ez. És természetesen azt is megosztotta velünk, hogy volt ő is már a Petőfi csarnokban. Emellett külön jegyminőség ellenőrzést is tartott nekünk, ingyen szerencsére, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük neki, hogy megnézte, hogy milyen papírból készült, hogy rá van-e írva az, hogy mennyibe kerül a jegy, illetve azt is megköszönjük neki, hogy megnézte az időpontot is rajta, mivel ez nagyon fontos ahhoz, hogy kiderüljön, hogy illegális-e a jegy maga. Nagyon kell vigyázni a YouTube videósokkal, akik OVS fesztivál jegyeket árusítanak, mert nagyon sokszor átbasszatnak minket az ilyenek, engem is konkrétan, és azokat is, akik vettek tőlem jegyet. A probléma az igazából, hogy semmi köze nincsen őnek ahhoz, hogy mit csinálok én a Móri Zsigmond körtéren. Nem tudom, hogy miért érzi úgy pár öreg nő, hogy ő közterületfelügyelő vagy rendőröket kell helyettesítenie éppen, mert nincsenek szolgálatban, vagy ő a nemzet hősévé fog avanzsálódni azzal, hogy engem drogdealernek állít be, amivel a téren minden ember figyelmét rám vonja, és ezzel elég kínos szituációba hoz, mert már nem csak neki kell megmagyaráznom, hogy ez egy kibaszott jegy, és ebből nem éppen jointot fogunk tekerni, vagy esetleg ezzel fogjuk felszippantani a kokaint, hanem ténylegesen ez egy fesztiválnak a jegye, hanem a többi embernek is nekem kellett elmagyaráznom, hogy emberek, ez bélyeg? Ha lenyalom, akkor tényleg beállok tőle, vagy ez csak egy fesztiváljegy akar lenni, vagy én nem tudom. Nem tudom, valaki tudja? Ez emberek, ez egy fesztiváljegy, mert én legálisan kaptam, de lehet, hogy átbasztok. Ez nem biztos, hogy emberek, valaki segítsen már. Öreg nőci, ön úgyis itt volt végig. Meg tudna nekem mondani, hogy ez egy fesztiváljegy akar-e lenni, vagy drog? Aha, értem. Nincs ráírva, szerintem sincs ráírva az időpont. De ott van, nem tudom eldönteni. Ha az időpont nincs ráírva, akkor már drognak számít? Nem tudom, emberek, de én tegnap olyan szinten beálltam azoktól a jegyektől. Több mint 20-at adtam el, azt a...
azt a rohadt. Csillámpónikat láttam, csillámfaszlámákat láttam, láttam magamat Michael Jacksonnal pörögni az égen, moonwalkoltam a levegőben, a felhőkön szaladgáltam az OVS egyektől. Na látjátok, ezért is érdemes eljönni, mert hihetetlen mit éltek át ott. A másik, amit nem értek, hogy hogy meri feltételezni egy 80 éves idős néni, hogy 2-12 éves gyerek drogot akar venni a Moldy Zsigmond legforgalmasabb pontján, és a büdös leheletét szagolgassa, miközben beszél hozzám, és idegesítő monológokat ad le arról, hogy miért nem szabad drogot árulni, és drogot venni, és hogy ezért ő hívni fogja a rendőrséget. Hívd nyugodtan a rendőrséget, nagymama. Nyugodtan hívjad. Az unokáid biztos büszkék lesznek rá. Nem arról van szó, hogy nagyon tisztelem az öregeket, nagyon tisztelem a normális öregeket, de az ilyen baszogatókat, akik direkt csak arra mennek, hogy baszogassák az embert, azt nagyon nem bírom. Főleg úgy, hogy elég lett volna annyi is, hogyha még azt feltételezi rólam, hogy olyan hülye vagyok, hogy ott árulja a drogot, hogy megkérdező, mit árulok, mutatom neki jegyet, és elmegy szépen. Ennyi lett volna az egész. Ennyi lett volna ezzel, tisztázódik a dolog, de nem. Neki 20 percen keresztül ott kellett állnia, és végighallgatta még a gyerekkel való beszélgetésemet teljesen más témákkal kapcsolatban. És ami a legpofátlanabb, a legpofátlanabb húzása a nőnek, hogy képes volt úgy elköszönni tőlünk, hogy jó felépülést kívánok. Én is jó felépülést kívánok ennek az öreg néninek, de természetesen nem szólok be az öregeknek, mert tisztelni kell őket, ők is tisztelik a fiatalokat, a nő stílusából látszott, hogy mennyire tisztel engem, és a gyerekeket, akiknek jegyeket adtam el. Még egy utolsó gondolatmenettel zárnám az egészet, hogy nagyon örülök legalább annak, hogy be tudtam aranyozni a nőnek a napját, és a nemzet hősének érezhette magát otthon is. Nagyon-nagyon jól elcsacsoghatott a barátnőivel, arról mesélve, hogy milyen nagy hőstettet hajtott végre, hogy figyelmeztetett minket a veszélyeire ennek az egész dolognak, és azért, mert megakadályozott egy OVS Festi jegy átadást egy 12 éves gyereknek, még jó, hogy nem lett belőle rendőrségi ügy, és nektek meg jó felépülést kívánok!